Egy kis ízelítő a pásztortáncokból, amelyet október 17-én láthatnak az érdeklődők a Sóstúi Múzeum faluban. A Pásztorok Világa egy új rendezvény a Skanzenben, ilyet eddig sosem szerveztek. A célja, hogy bemutassák egy pásztor forgatag keretében a korabeli értékeket. Lesz csengőkiállítás, kovács bemutató, fafaragás, szőlőfeldolgozás és kukoricamorzsolás is. A pásztor emberek, csikosok, gulyások legfőbb segítői a bojtárok. Tehát nem mindegy, hogy ezek a bojtárok milyenek valójában. Úgyhogy bátor vállalkozókat szeretnénk megmérettetni, és különböző próbákkal, szellemi próbákkal, erőpróbákkal és ügyességi próbákkal szeretnénk őket tulajdonképpen itt az első pásztornapon bojtárrá avatni. Ehhez kommunikációs készségre, ügyességre és erőre is szükség lesz majd. Hogy az utóbbi is biztosítva legyen, a gasztronómia is nagy hangsúlyt kap majd a rendezvényen. Elsősorban a tiszavasvári öhönt ajánlanám, ami a Tiszadobi portán lesz megtalálható majd. Ezen kívül pásztortarhonyával és pörkölttel olyan pásztorételekkel szeretnénk kedveskedni, amik ugye a pásztorok mindennapjaiban meghatározóak voltak. Ők azért általában a bográcsban készítettek olyan egytál ételeket, amelyek nem igényeltek túl nagy előkészületet, és hát természetesen kellő energiát adnak a napi munkák során. És az Anarcsi portán egyébként mi magunk egy gulyással készülünk, és a mindenki által ismert Magdi néni kemencében sült finomságaival várjuk az idelát. A járványügyi szabályok betartását fokozottan kérik a szervezők. A zárt területen, a portákon kötelező a maszk viselése, a szabad téren azonban nem. Figyelnek a létszámra is, 500 főnél többen egyszerre nem tartózkodhatnak majd a múzeumfalu területén, és felhívják a figyelmet a távolságtartásra is. A Sóstúi Múzeumfalunak a területe az 7,5 hektár, illetve hogyha ide vesszük az Árpád-kori falu részt is, akkor 9 hektár. Tehát én azt gondolom, hogy van arra lehetőség, hogy úgy a programjainkat is úgy állítottuk össze, hogy több időpontban ugyanazt a programot bemutatjuk, hogy azok, akik esetleg nem tudtak valamilyen oknál fogva megnézni, vagy esetleg nem fértek a portára, akkor az egy következő alkalommal részt vehet benne. Az október 17-i pásztor forgatagra a 6 év alattiaknak és a 70 év felettieknek a belépés ingyenes. A rendezvény 9 órakor kezdődik, és délután 17 óráig várják az érdeklődőket.